Biztos ismeritek a zsáját, amelyet minden kiskertben megtalálhattok, sőt a réten is. Én most háromfajta zsáját hoztam nektek. Ez az úgynevezett orvosi zsája, vagy szürke zsája. Ez a skarlát zsája, vagy vízzsája, az egy picit bordóbb virág. És szedtem a réten a réti zsáját, vagy mezei zsáját. Ennek talán a levelei hasonlítanak az orvosi zsájához. Mit lehet ebből a növényből készíteni? Mivel nyár van, ezért ne teát készítsetek, hanem valami frissítő, üdítőt, esetleg fűszerbort. Na most mi kell a fűszerborhoz? Jelen esetben zsája kell nekünk, rozmarin levelünk is kell hozzá, és száraz fehér vagy vörösbor, amilyet éppen szerettek. A zsája egy nagyon hasznos fűszernövényünk, gyógynövényünk. Kiváló télen torok fájdalmaknak a gargalizálására, kiváló a vérkeringésnek a frissítésére, és egyébként meg kicsit nyugtató, görcsoldó növény is, tehát például a menstruációs problémáknál is, hogy görcsöknél is érdemes zsájateát inni. Hogyan is készül ez a zsájás fűszerborunk? Ahogy mondtam, szükségünk van zsájalevelekre, ezeket bele fogom ide dobálni, 5 levélre van szükségünk, utána pedig a rozmaringra, abból nem kell annyi, annak inkább egy olyan kis ennek a csúcsa, majd az egészet fölöntöm borral. Mikor elkészül a borunk, akkor ezt tegyétek napos helyre, és legalább 3 hétig tároljátok. Annyi idő kell a növényeknek, hogy kiázzanak belőle ezek a finomságok, gyógyhatások. Természetesen frissen is megihatjátok. Ajánlom, hogy ne így önmagába igyátok, hanem fröcsként, és akkor még finomabb lesz. Ha viszont nincs kedvetek így borként elkészíteni, akkor azt is csinálhatjátok, hogy ezeket a növényeket jégkockába belerejtitek, lefagyasztjátok, és azt teszitek bele az üdítőtökbe, vagy a fröccsötökbe. Úgyis nagyon hatásos. Elkészült a fűszerborunk. Ez már így önmagában is nagyon szép látvány. Amit nagyon fontos, és el kell mondanom, hogy terhes anyukák és szoptatós anyukáknak ezt nem szabad inniuk egyáltalán, mert ez nekik nem tesz jót, többieknek meg egészségükre.